Hello, mindenkinek sziasztok! Ismét most 3 nappal vagyunk már a műtét után, ugye csütörtökön volt a szemműtét, most pedig vasárnap van, és ugye még a legutóbbi felvételeket a St. James Ringen tudtam csak felvenni, hát a Mátéval akkor vettük fel. Szerettem volna, hogyha eltelik egy pár nap, és hogy elmondom, mik a vélemények, vagyis hát pontosabban miket éreztem, vagy mi mentem át az elmúlt pár napban, hogy a műtét után a felépülésnek az korai szakaszában hogy vagyunk. Azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy a műtét után közvetlen, ott a még a legutolsó felvétel, amit készítettünk, az ugye tényleg közvetlenül a műtét után volt, ott még nehezen nyitottam ki a szememet. Igazából nem volt vészes az egész. Az első lézernél volt nyomás, az tényleg egy nagyobb nyomás, de nem elviselhetetlen, hanem csak egy nagyobb nyomás. Aztán utána, hogy úgy volt, hogy ugye átvittek a másik lézerhez, és szegény doktor úr mondta, hogy te Tamás, de arra nézzen, és nem szándékosan, mert a zöld fényt egyszer itt láttam, egyszer így össze-vissza mozgott. Egy kicsit ilyen vízfüggönyösen láttam, meg, tehát akkor még egy kicsit nem tudtam volna elmondani pontosan mi, de nem volt fájdalmas, meg semmi, csak nem tudtam nyitva tartani a szememet, így csukva kellett lenni egy jó fél órán át. Na, aztán utána, hogy az utolsó felvételt készítettük, úgy képzétek el, hogy hazamentem, és óráról órára lett egyre jobb és jobb a látásom, egyre jobban ment el ez a homályos effekt, vagy nem tudom, hogy mondjam így a szememről, tehát egyre jobban, tényleg tisztában láttam. Hatalmas, leírhatatlan jó élmény volt, amikor este, már aznap este egy pillanatra kimentem felpakolni a kocsiból egy-két dolgot tesómmal, és úgy képzeltek el, hogy mindent tűélesen láttam. Egy kicsit még a fényeknek volt egy ilyen kis körvonala, egy ilyen erősebb, fényes körvonala, talán ez az össz, amit észrevettem az egész műtétből, utána egyáltalán nem fájt, nem volt kellemetlen semmi. Egy icipicit talán utána még egy pár órán át idegentest érzés volt a szemben, mintha egy bogár repült volna a szemedbe, ahhoz tudnám hasonlítani, viszont óránként kellett cseppentenem műkönnyet, illetve egy ilyen gyógyszeres szemcseppet, és az igazából helyre pakolt a pikpak a szememet. Még annyi kellemetlenség volt, tehát ez nekem volt úgy kellemetlenség, hogy első éjszaka a hátamon feküdhettem, csak én meg úgy nem szeretek aludni, de mint tök mindegy. Túl kell esni rajta, ez volt a legkellemetlenebb az egész műtétben, ami sok mindent elmond, úgyhogy semmi fájdalom, semmi ilyen nem volt. Maga a műtét előtti dolgokra, amiket láttatok, ugye ott a legkellemetlenebb, ha vissza kell idéznem, az a szemmosás volt, a betadinos szemmosás. Az olyan volt, mintha valami enyhén szappanos víz ment volna a szemedbe egy picit csípet, pár másodpercig. Tényleg ez a legkellemetlenebb, amit el tudok mondani az egész műtétről. Ez egy femtolézeres szemműtét volt. És nem is gondolkozok még, hogy brutális amúgy az egész élményen, hogy átestem, amiről majd vágóképeket fogtok látni, hogy mégis milyen volt maga a műtét. Hát leírhatatlan, elmondhatatlan élmény volt, tényleg, hogyha nem tudnám, hogy átestem egy ilyen műtéten, akkor másnap, ahogy felkeltem pénteken, el se hinném, csak egyszerűen annyit látnék, hogy tökéletesen látok, de tényleg, tehát hogy semmi fájdalom, semmit nem érzek belőle, most pár nappal, most vasárnap van ugye pár nappal így a műtét után. Minden egyes nap, ahogy felkeltem, semmi, egy kicsit szárazabb a szemem, ennyi igazából az egész. És brutális, hogy tényleg vezettem azóta több száz kilométert már, mert Budapestről Hévízre hazavezettem, Hévízről elmentünk Szombathelyre, össze-vissza, semmi gond nem volt, tökéletesen látok, napszemüveget kell hordanom, de ennyi igazából az össz, de tényleg semmi fájdalom, brutális, nem gondoltam, igazából másnap megcsináltam volna ezt a videót, mert mondom, hagyok neki egy kicsit több időt, hogy elmondjam, hogy mit érzek ténylegesen, hogy lesz esetleg nagyobb fájdalom, vagy akármi, de tényleg semmi. Most ugye egy pár hétig se sport, se semmiért még azért nem lehet űzni, tehát még azért óvatosan kell természetesen lenni, mint olyan hajolgatásokkal, nehezet emelni, stb. Ilyenekkel azért mellőzni kell egy darabig, meg azért egy jó pár hétig szemcsepp, stb. De konkrétan így alapvetően most streameltem 4 órát például, gond nélkül, annyi, hogy óránként használtam tényleg a műkönyt, vagy műkönnyet, bocsánat, és ezen kívül semmi, úgyhogy abszolút naszmetlen, eszméletlen hálás vagyok a St. James Klinikának, hogy ezt az egészet megcsináltuk. Egy brutális élmény, és hogy ismét szemüveg nélkül lehetek, és tökéletesek a szemeim konkrétan, mindent élesedtek, srácok, a másnapot azt nem nagyon lehet leírni.
amikor elmész aludni pénteken, vagy mit tudom, csütörtökön, bocsánat, így a szemműtét után, hogy elmentem aludni, másnap reggel felkeltem, és egyből amúgy az a vicces, hogy igazítani akartam a szemüvegemet, de nem kellett szemüveg, hanem tökéletesen láttam. Ez egy brutálisan leírhatatlan jó élmény, és tényleg nagyon-nagyon szuper, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik még egyszer itt a Szent James Klinika összes dolgozójának, mind az ápolóknak, mindenkinek, akik segítettek, és azt együtt átvészeltük, meg megcsináltuk, úgyhogy egy hatalmas élmény. Ha szeretnétek ti is a szemműtétről többet megtudni majd, a leírásban ott lesz Szent James Klinikának az weboldala, ott megtaláltok mindent. Hogyha el szeretnétek határozni magatokat a szemműtét mellett, és van esetleg kérdésetek, privátban nyugodtan írjátok meg, amit tudok, mindenben segítek én is nagyon szívesen. Én mindenképpen tudom ajánlani. Ha tehettem volna úgy előbb, mert mint ugye azért korban meg kell várni egy bizonyos kort, míg a szemműtétet megcsinálja az ember, hát ha lehetett volna előbb, én már első nap megcsináltam volna, de ez volt így a legkorábbi lehetőségem, úgyhogy brutális élmény tényleg, srácok. Na, de igazából ennyi lett volna ez a videó. Remélem tetszett nektek, írjátok meg kérlek a véleményetek a kommentbe, és találkozunk legközelebb. Hatalmas pacsi mindenkinek, és sziasztok! Máté. Máté.